Mese a vizek őrzőiről Volt egyszer egy falu, ahol az emberek boldogan, megelégedetten éltek. Egyszer aztán mégis baj történt. A falu összes kútjából eltűnt a víz, sőt a határban csörgerező patak is kiszáradt. Emberek, állatok és a növények is szomjaztak. Mikor esett az eső, sietve felfogták, de az ivóvizet csak messziről lajtokkal hordták. Nagy volt a kétségbeesés. Mindenki a vizek eltűnésének okát kereste. Egy bátor kislány, zófika elhatározta, hogy ő bizony utána jár a dolognak. Hátizsákját megpakolta élelemmel és csekély ivóvízzel, aztán elindult a kiszáradt patak mentén. Amint ment, mendegélt, a mezőn törpét pillantott meg, aki egy lábon ugrándozva kiabált. Tüske ment a talpamba, tüske ment a talpamba. Akkor meg minek ugráz? Gyere, majd én kiszedem. Amikor a törpe megszabadult a tüskétől, szépen megköszönte, majd bemutatkozott. Terembura vagyok, törpéimmel itt élek az erdőben, és te mi járatban vagy errefelé? felé? Szófika ugyancsak bemutatkozott, elmesélte a történteket, és azt, hogy meg akarja találni a vizek eltűnésének okát. Az erdei állatoknak sincs vize, mondta Terembura, és kétségbeejtő helyzetben vannak. A forrás, ami a patakot táplálta, egy barlangból ered, de most ok nélkül megfagyott. Menj csak, biztatta, az állatok örülni fognak neked, és talán segítséget is kapsz tőlük. Azt a tüskét, amit a lábamból kihúztál, neked adom. Ha az út során segítségre lenne szükséged, csak forgasd meg a levegőben, és kiászd el. Terembura, segíts! A kislány megköszönte, és továbbment. Az erdőbe érve egy nagy sárkány pillantott meg, a kinyöszörgő hangon segítségért könyörgött. Ilyetten el akart szaladni, de a sárkány tovább kérlelte. Segíts rajtam, meglátod, meghálálom. Megsajnálta és oda ment hozzá. Akkor a sárkány elmondta, hogy a torok tüze kialvó félben van. Arra kérte a kislányt, hogy néhány hasább tűzifával rakja meg a bendőjét. Zsófika eleget tett a kérésnek, és a sárkány hamarosan újra gyönyörű lángokat lövelt. Akkor aztán átadott neki egy szép színes sárkány azzal, hogy ha bajba kerül, csak dörzsölje meg, és ő azonnal a segítségére siet. A kislány megköszönte, és tovább ment. Alig haladt valamicskét, egy kis nyullal találkozott. Amikor Zsófikát meglátta, boldogan felugrott. Tudtam, hogy eljössz. Gombagalóca megjósolta, hogy egy bátor kislány majd visszaszerzi a forrást. Zsófika csodálkozott, aztán elmondta, hogy ő tényleg a forrást keresi. A forrás egy barlangból ered, de jelenleg a sziklákon megfagyott. Ezért nem lett belőle patak, válaszolt a kisnyúl. Elmegyek a barlangba, mondta Zsófika. Kísérjel te is. Én! Nem látod, hogy csak egy gyáva nyúl vagyok, még a medve is fél? Akkor a fa mögül a kölyök rókari kilépett elő, és felajánlotta a kíséretét. Az én ravasságommal és a te bátorságoddal visszaszerezzük a forrást. A nyúl aggodalmaskodott, de nagy nehezen beleegyezését adta. Előbb azonban gombagalóca újabb gyóslatát is kikérte. A gombajós csak megpördült a tönkjén, mire a kalapján össze-vissza kezdtek szaladgálni a piros pettyek. Amikor megállt, levette a fejéről, és jól megnézte. Végül megszólalt. Kincsekkel teli jégbarlangot látok, drága kövekkel csábítanak. Ha ellen tudsz állni, sikerrel jársz. Óvakodja hízelgőktől. A nyúl adott még a kislánynak egy pitypangot és egy csilingelő harangvirágot. A pitypang felrepít benneteket a magasba, a harangvirág csilingelésére pedig óriási darazsak jönnek a segítségetekre, mondta. Riki az utóbbinak nem nagyon örült, mert valami összetűzése volt már velük. Zsófika megnyugtatta, aztán együtt elindultak. Tüskés bozótos után hegyekkel tarkított vidékre értek, és ott megtalálták a befagyott forrást. Mellette mentek tovább, felfelé a hegyoldalon. Hirtelen magas jégfal zárta el az útjukat. A forrás vize ráfagyott a sziklafalra. – Hogy juthatunk oda fel? – tűnődött Zsófika. Eszébe jutott a pitypang virág. Megragadta a növény szárát, felkapta Rikit, és a virág felrepítette őket. Tovább követhették a befagyott forrást. Eközben a barlang gonosz lakói között eluralkodott a rémület. – Közeledik a barlanghoz! – hangzott egy egyfelől. – Meg kell állítani! – Nem lehet! – hangzott a válasz. Galóca megjósolta, hogy egy bátor kislány legyőz majd minket. – Kis hitűek! kiáltott a főgonosz fenyegetően a mélységből. Mióta hisztek egy vacak gomba jóslatában? Lássatok munkához! Igyekezzetek, amíg nem késő! Alatvalói gonosz munkához láttak. A kislány ereje fogytán volt, Riki is elfáradt, de a sötét tervekről mit sem tudva, rendületlenül mentek tovább. Egy sziklatön baljában öreg nénike üldögélt amint elhaladtak mellette, feléjük hajította botját, amelyből sziszegő kígyó lett, és vészes gyorsasággal közeledett feléjük. A lányka a törpétől kapott tüskét felemelve kiáltott. – Terembura, segíts! Abban a pillanatban sündisznó kapta el a kígyó torkát, és egy-kettőre felfalta. Aztán megtörölte a száját, és így szólt. – Kösz a vacsit! – és már el is tűnt de eltűnt a vénasszony is. Boszorkány volt, mondta a róka, és mentek tovább. Végre ahhoz a barlanghoz értek, ahol eltűnt a forrás, csak a megfagyott vízkeskeny csíkja látszott. Amint beljebb szaladtak, óriási száncsapkodással denevérek sokasága repült feléjük. Zsófika megrázta a harangvirágot, Mire fekete felhőként óriási darazsak jöttek, és szétkelgették a denevéreket. A róka ilyetten bújt a kislány köténye mögé, és kérdésére bevallotta, hogy macskó barátjával csend tőlük. Azóta tart közöttük a harag. Majd megbékülnek, de most meg kell tudnunk, hogy nyáridőben miért fagyott meg a forrás. Vissza kell szereznünk. Sötét, keskeny járat vezetett beljebb. Csak a sziklákon futkosó fények világítottak egy keveset. Hirtelen hatalmas sziklaterembe értek. A két hős összebújt. Tudod mit? Énekeljünk, javasolta a kislány. Jó, azt én nagyon szeretek, hangzott Riki válasza, és azon nyomban rákezdett egy rókadalra. A hangja borzalmas volt, a mélyben lakó főgonosz valamennyi hajaszála az égnek állt tőle. – Mi ez? Ki énekel ilyen fertelmes hangon? Azonnal hallgattassátok el, vágjátok kupán! – hördült fel. A következő pillanatban jó nagy szikladarabok kezdtek potyogni a mennyezetről. Gyorsan behúzódtak egy üregbe. A róka ilyetten elhallgatott, erre a kőomlás is megállt. Inkább ne énekelj, súgta Zsófika. Úgy látszik, hogy itt nem értékelik a rókadalt. Ami azt illeti, elég hamis. Igazán, sértve érzem magam. Tudd meg, hogy inkább varázslatos. Nekem volt a legjobb hangom a rókadalárdában. Akkor képzelem, milyen lehetett a többinek. Ha sértegetsz, itt hagylak, egyedül megyek tovább, fenyegetődzött Riki, és kilépett az üregből. A lányka utána szaladt. – Várj, megyek én is! – kiáltotta. A gonoszok közt újra kitört a pánik. – Ezek nagyon bátrak, ismét elindultak, nem lehet őket megállítani, fölén kerekednek! – kiabálták. A fő gonosz újabb utasítást adott, és alatvalói boldogan hozzákezdtek a teljesítéséhez. Erről azonban a két hős mit sem tudott, Bátran mentek a fények irányába. Már a terem közepén jártak, amikor a sziklafalakból manók serege ugrott ki. Egyenesen feléjük rohantak. Zófika rákiáltott Rikire. Énekelj! Az előbb azt mondtad, hogy ne énekeljek. Most énekeljek, vagy ne énekeljek? Énekelj! sürgette a lányka. Futás közben nem tudok, akadékoskodott a róka a kislány berántotta egy üregbe. Éppen idejében, mert üldözőik előttük rohantak el. Ekkor Riki mégiscsak elkezdett énekelni. A manók fülüket befogva, jajgatások közepette eltűntek. – Látod? – büszkélkedett a róka. – Mondtam, hogy varázslatos hangom van. – Jó, de csak akkor énekelj, ha mondom. – Most menjünk tovább. – Azzal elindult barátja lógó orral ballagott utána. Egyre hidegebb lett, Zsófika felnyalából a Rikit. Legalább nem fázom, mondta, de abban a pillanatban megcsúszott, és a jeges úton berepültek egy hófehér terembe. Na hát, kiáltott fel a kislány, jégbarlangba kerültünk. Jégbarlang? kérdezte valaki sértődötten. Nem látod, hogy ez egy palota? abból a forrásból varázsoltam, amit kerestek. Hát nem csodálatos? Sokkal szebb, mint amikor a szabadban csörgerezett. A kislánya hang irányába fordult, és egy díszes trónuson gyönyörű lányt pillantott meg. Rácsodálkozott. Ki vagy te szépséges lány, és hogy kerültél ide? Tündér vagyok, és ennek a palotának az úrnője, nem sokára a vizek királynője is én leszek. Nézzétek ezt a gyönyörű hófehér jégcsodát, és ha megonom a fehérséget, varázsgömbömmel megszínezem a palota falait. Ennek a fényét látjátok. Zófika kérlelni kezdte, hogy adja vissza a forrást, de a tündér halthatatlan maradt kijelentette, hogy minden vizet összegyűjt a földön, és egy csodálatos jégbirodalmat hoz létre. Nem tehetsz ilyent, mert víz nélkül az egész föld kipusztul. És mondd csak, ki tiltja ezt meg nekem, talán te? A kislány tanácstalanul áldogált, de Riki felélénkült. Mi ketten, kiáltotta bátran, mi ketten megtiltjuk akkor az úrnő kincsekkel teli ládát mutatott nekik. Azt ajánlotta, hogy ne hősködjenek, hanem segítsenek neki, és akkor övék lehet ez a rengeteg kincs. A láda peremén kibukott a sok drága ékszer, és szétterült a barlang alján. Aranypénzek, gyöngyök, arany és gyémántalmák gurultak szerteszét. A kislány megbűvölve nézte, Riki felkapott egy aranyalmát, majd mérgesen dobta vissza a többi közé. – Ezt nem lehet megenni, én inkább egy tyúkol kincstárnoka lennék. A kislány közben arra gondolt, hogy ilyen sok kincs gazdaggá tenné a családját, biztosan örülnének neki. Nagy volt a kísértés, de mégis így szólt. – Nekem a forrás kell, nem a kincs. Az emberek és az állatok most is szomjaznak. Segíts rajtuk, add vissza nekik a forrást. Te sem élhetsz itt ebben a hideg barlangban. Gyere velünk a szabadba, a virágok közé. Riki nagyot sóhajtott. Én is így gondolom. Lemondok a tyúkol tárnokságról is. Úgy is csak fagyasztott tyúkok lennének benne. Add vissza a forrást, és gyere velünk! Az úrnő felkacagott. Én menjek veletek, Nekem van egy sokkal szebb kertem. Ha akarok, oda bármikor kimehetek. Gyere velem, te! Fordult a kislányhoz, és elindult a terem hátsó része felé, ahol gyönyörű, drága kövekkel díszített kert jelent meg. Zsófikát elkábította a ragyogás. A csábító tovább sürgette. Gyere! nyújtotta a kezét. Majd én vezetlek. A lányka bódoltan követte, de Riki rázendítette egy rókadalra. A kert azonnal eltűnt, az úrnő pedig befogta a fülét. – Azonnal hallgass el! – rivalta rókára. Riki elhallgatott, és a barátnőjére kiáltott. – Nehogy megfogd a kezét, mert jégszobor leszel! Az a kert nem létezik, csak varázslat volt. Boszorkány ez, én mondom, jobb lesz innen elfutni! – a forrás nélkül nem megyek, megígértem, hogy visszaszerzem, hangzott a válasz. Erre a barlangúrnője, aki valóban boszorkány volt, elkapta Rikit és jégszoborrá változtatta. Aztán megragadta Zsófikát is. A kislány lábai elnehezültek, jéghideggé váltak. Megfagyok, gondolta rémülten, de eszébe jutott a sárkánypikkely utolsó erejével megdörzsölte. Abban a pillanatban borzalmas robaj hallatszott. A boszorkány meglepetten kapta fel a fejét, és rémülten látta, hogy egy jól megtermett sárkány hatalmas tüzet fúj feléje. Mielőtt varázs erejét bevetette volna, jégbirodalma recsegni, ropogni kezdett, és hiába kapálózott, elnyelte olvadozó palotájának örvénye. A kislány Rikivel együtt menedéket talál segítőjük hátán, és egy vízoszlop hamarosan kilökte őket a barlangból. Akkor a sárkány kitárta a szárnyait, és a befagyott forrás közelébe tette le őket. A kislány hálásan ölelte át a nyakát, és egy cuppanos puszit is nyomott arcának egyik pikkejére. Riki nem volt ilyen bátor. Én inkább énekelek neked, mondta és barátnője tiltakozása ellenére rákezdett a rókadalra. A sárkány örömmel rábólintott, és ő is csatlakozott a rókához. Hallottatok ti már sárkányt és rókát együtt énekelni? Ugyehogy nem. Mondhatom, szerencsétek van. Ám az erdő lakóit egy cseppet sem bosztantotta ez a furcsa hangzavar. Boldogan gyülekeztek, és bekapcsolódtak a nótázásba. A forrás közben újra csörgedezni kezdett, és teremburával az élen megjelentek a törpék. Aztán a darazsak is megérkeztek. Riki legszívesebben elinalt volna, ám a darazsak parancsnoka megelőzte. Ne félj tőlünk, megbocsátottunk neked, sőt, bátorságodért hoztunk neked egy tálmézet is. Ugyan, semmiség, legyintett triki felbátorodva, és mindenkit megkínált a tálból. Így aztán az éneklést hangos cuppogás váltotta fel. A kislány meghatottan nézte az ünneplő sereget, majd elindult haza a falujába. Otthon édesanyja boldogan közelte vele, hogy a faluban ismét van víz, és lakói meg akarják köszönni a segítségét. Ünneplést szerveznek. Zsófika elmesélte édesanyjának a történteket, és hozzájárulását kérte ahhoz, hogy az ünnepségre állatbarátait is meghívhassa. Így történt, hogy egy törpe és rókari kivezetésével vadállatok sokasága és egy sárkány is érkezett a faluba. A lakók örömmel fogadták a hősöket, és vidám ünneplést csaptak. Az emberek itt azóta is békességben élnek a vadállatokkal, és a forrás soha többé nem apadt el.